A kommunizmus áldozataira emlékeztek, az áldozat és a hűség jellemzi leginkább Púcs Petrit, emelte ki Soltész Miklós a szabolcsi településen tartott megemlékezésen. Vörös kód lépett életbe, az extrém hideg időben 160 főt tudnak elszállásolni az éjszakai melegedőben Nyíregyházán, a népkonyhai szolgálat pedig naponta akár 200 adag étellel is várja a rászorulókat. Rekordot is dönthet a belföldi használt autóeladások száma 2018-ban. A becslések szerint év végére akár a 750 ezret is elérheti az autó átírások száma. Világszerte 100 millió ember halálát okozta a kommunizmus 70 éve, emelte ki Soltész Miklós államtitkár Púcs Petriben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az áldozat és a hűség jellemzi leginkább a Szabolcs megyei települést, hangzott el a kommunizmus áldozatainak megemlékezésén. 1948-ban kezdődött az egyházi iskolák és rendek megszüntetése, a papok és lelkészek üldözése, ez ellen pedig Púcs Petri is tiltakozott. A település polgármestere kiemelte, egy erkölcsi rehabilitációt jelentett Púcs Petrinek, amikor az iskola és az óvoda visszakerült az egyház fenntartása alá. Szentmisével emlékeztek a kommunizmus és a Púcs Petri ügy áldozataira a településen péntek délután. 1948. júniusában Púcs Petri lakói az egyház tulajdonában álló iskola államosítása ellen léptek fel. A megmozduláson egy rendőr őrvezető életét vesztette. A perben a falu plébánosát Asztalos János nevezték meg felbújtónak, és az aljegyzőt, Királyfalvi Miklóst pedig a gyilkosnak. Őt június 11-én kivégezték, a plébánost pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A per bemutatta a koncepciós perek sajátosságát, legfelső vezetők irányították, komoly propaganda kísérte, a jogi követelményekkel pedig nem törődtek. Púcs Petri többek között ezért is jellemzi leginkább az áldozat és a hűség fogalma. Nem fájdalmakat és sebeket akarunk feltépni, megemlékezésünkkel, bár ez még nagyon sok család és Pócsvet ember számára óhatatlan és elkerülhetetlen. Még inkább tisztelettel és büszkén idézzük fel ezen a napon településünkön is azokat az eseményeket, amikor helybéliek kimertek állni hitük, kereszténységük, igazuk mellett, és ezért családok, közösségek, az egész falu sorsa megpecsételődött évtizedekben. A rendszerváltás után elkezdődhetett nyíltan Púcs Petri rendőrség rehabilitációja. Királyfalvi Miklós mártírt tavaly újra temették. Idén lesz 70 éve, hogy a gyilkosságnak titulált baleset után az aljegyzőt halálra ítélték. Néha még azok is áldozatok voltak, akik kiszolgálták a rendszert, közölte Soltész Miklós Púcs Petriben a megemlékezésen. 100 millió embert írtottak ki földkerekségen 70 év alatt a kommunizmus nevében. Az áldozatok száma ennél még nagyobb. És mindenképp, amikor áldozatokról beszélünk, akkor hűségről is kell beszélnünk. És azoknak a hűségek, akik akár kereszténységükért, akár hazáért mondták a hűséget, az igenis tiszteletre méltó, még ennyi távolságban is. Wittner Mária az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt. 1957-ben letartóztatták, a következő évben pedig halálra ítélték. Púcs Petriben hangsúlyozta, bárhova szívesen megy előadást tartani, ahova hívják, annak érdekében, hogy a történelem eseményeiről mindenki valós képet kapjon. Szabolcs megyébe egy konkrét felajánlással érkezett, amelyet megköszönt a térség országgyűlési képviselője is. Mária tette egy felajánlást Újfehértón, kidatta nekünk a kommunizmus áldozatairól és bűneiről szóló plakátkönyv egy példányát, és ezt a könyv hivatott arra, hogy a térségbeli iskolák történelem tanárai forgassák, történelem órákon is megmutassák a gyerekeknek, mert hogy sajnálatos módon 56-ról, főként a kommunizmus bűneiről és áldozatairól elég korlátosak az ismereteink.
A Szent Mise végén az emlékezés koszorúit is elhelyezték a templom falán, Asztalos János emléktáblája alatt, akiről Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke emlékezett meg beszédében. A település jelenlegi községházát, az egykori Irinyi kúriát nemzeti emlékhelyé szeretnék nyilvánítani. Ezzel kapcsolatban Púcs Petri jelenleg a kormány döntésére vár. 160 főt tudnak elszállásolni az éjszakai melegedőben Nyíregyházán, a népkonyhai szolgálat pedig naponta akár 200 adag étellel is várja a rászorulókat. Szombaton vörös kód lépett életbe az országban, mivel a napokban az éjszakai hőmérséklet tartósan mínusz 10 fok alá csökkent. Az oltalom szeretett szolgálat éjszakai melegedőjében az elmúlt éjszaka 130 főt láttak el. Nekem, mint szociális államtitkárnak felelősségem, hogy elrendeljem a vörös kód riasztást. A kormány a krízis időszakban megerősítette a szolgáltatási rendszert, hiszen a 9600 átlagosan meglévő férőhely mellé további 1500 férőhely megnyitásáról döntött, és ehhez finanszírozást is biztosította. Ezt Ciberek Áron, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár jelentette be pénteken Budapesten. A vörös kód azt jelenti, hogy a héten nem lesz 0 foknál melegebb, erős szél és havazás várható. Nyíregyházán az éjszakai melegedőben 130-an voltak az elmúlt éjszaka. Az éjjeli menedékhelyen akár 150 főt is el tudunk helyezni, fel vagyunk rá készülve pótágyakkal, meleg ruhákkal, takarókkal, illetve hogy az ellátottaiknak, akik segítséget kérnek, azoknak az ellátását is biztosítsuk. Vörös kód idején működik egy jelzőrendszeri hálózat is. A Periféria Egyesület, az önkormányzat, a rendőrség és a mentők közösen dolgoznak azért, hogy a hidegben senki ne veszítse életét. Ehhez nem csak az éjszakai és nappali melegedő nyújt segítséget. A nappali melegedőhöz csatlakozik a népkonyhai szolgáltatás, ahol naponta ilyenkor 160-180, ha nagyon hideg van, még 200 adag ingyeni ebédet is osztunk azoknak, akik rászorulnak, hogy a fizikai állapotuk se romoljon le azoknak, akik a hideggel ilyen módon küzdenek. Az intézmény vezető hozzátette, az ellátás csak akkor tud jól működni, ha megvan a közösségekben az egymásra figyelés képessége is. Rekordot is dönthet a belföldi használt autó eladások száma 2018-ban. A becslések szerint év végére akár a 750 ezret is elérheti az autó átírások száma. A válság évei után az autópiac helyzete is bizonytalanná vált. Az elmúlt években azonban egyre jobb eredményeket hoz a járműkereskedelem is. Fontos azonban a megfontolt választás. A békéltető testület ügyeinek 5%-át ugyanis a használt autó vásárlók panaszai tették ki tavaly. Egyre több a magánvásárló az autópiacon, a 2018-as év pedig akár rekordot is dönthet a belföldi használt autó átírások tekintetében. Egyes becslések szerint a szám 750 ezerig emelkedhet. Tavaly ez a szám a 688 ezret ért el, ami egy 11%-os emelkedést jelentett a korábbi évhez képest. Így a 3,4 milliós hazai gépjárműállománynak több mint 20%-a megfordult a piacon 2017-ig. Ezzel párhuzamosan a vásárlással kapcsolatos vitásügyek száma is nőtt a békeltető testületnél, a tavalyi összügyszámnak 5%-át tette ki a használt autóval kapcsolatos panaszoknak a száma, de sokan csak tanácsadásra jelentkeztek. Erről a megyei békeltető testület elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Én azt tudnám a vásárlóknak, fogyasztóknak ajánlani, hogy ne ötletszerűen ugorjanak bele egy használt autóvásárlásba. Mindenképpen sokkal egy nagyobb, hosszadalmasabb, előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy egy használt autót megvegyenek, mint hogyha egy szalonban új autót vásárolnának. Egyrészt azért, mert nagyon sok buktatója van. Érdemes megfontolni azt, hogy hol vásároljuk az autót, magánszemélytől, vagy pedig vállalkozástól. A békeltető testületnek csak abban az esetben van szerepe, hogyha vállalkozástól vásárolja a fogyasztó a használt autót, vagy bármilyen, mert motorkerékpárról is szó lehet. Ilyen esetben jön létre fogyasztói szerződés, a testület pedig csak akkor tud segíteni, ha van ilyen dokumentum a vásárlónak. Legjellemzőbben a szavatosságból eredő problémákkal keresik fel a békeltető testületet. A szavatosság szó egy autó esetében azt jelenti, hogy a PTK a használt autókra is egy év szavatossági időt előír, mint bármelyik más új termékre.
Ebben az esetben kellékszavatosságról van szó. A kellékszavatosság az azt jelenti fogyasztói szerződés esetén, hogy a fogyasztónak, ha hibás terméket kap, akkor joga van ahhoz, hogy négyféle fogyasztói jogot érvényesíthet. Egyrészt kérheti a kijavítását, másodszorban kérheti a kicserélését, harmadsorban az árleszállítást, és negyedsorban pedig a szerződéstől elállhat, tehát a vételárnak a visszafizetése. Itt legtöbbször az a probléma, hogy eleve a kereskedők nem minden esetben ismerik azt el, hogy fennáll maga a kellékszavatossági igény. Márpedig azért, mert olyanokra hivatkoznak legtöbbször, hogy kopó-forgó alkatrészek meghibásodásából ered a probléma, vagy eleve kisebb kereskedők, akik nem kellően jártasak a jogvilágában, azt mondják, hogy nem is vonatkozik a használt autóra a garancia, illetve sokan összekeverik a két szót, most én direkt így mondtam, tehát itt elsősorban nem jótállásról, garanciáról beszélünk, hanem csak kimondottan kellékszavatosságról. Fogyasztói szerződés esetén, ha az első 6 hónapban találnak hibát az autón, arra úgy kell tekinteni, mintha már a vásárlás időpontjában is olyan állapotban lett volna a jármű. Ezt a hibát közölni kell a kereskedővel, neki kell bizonyítania, hogy az a probléma már az új tulajdonos hibája, különben az eladónak kell fizetni a javítást. Ezért az állapotfelmérés az egyik legfontosabb dolog használt autóvásárlás esetén, ezt akkor sem ajánlott kihagyni, ha az eladó árkedvezményt kínál cserébe. Van lehetőség demokratikus ország létrehozására, amire a hódmezővásárhelyi polgármester választás eredménye ad reményt. Ez az MSZP sajtótájékoztatóján hangzott el Nyíregyházán. Csabai Lászlóné a párt országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, a Fidesz által bevezetett jó intézkedéseket folytatni kell, a hibákat pedig kijavítani. A politikus hangsúlyozta, ezt csak egy szakértői párt tudja véghez vinni, és ahhoz, hogy egy ilyen kormányra kerüljön, szerinte összefogásra van szükség. Arra van szükség, hogy az ellenzék ne egymás elleni lejárató kampányt folytasson, hanem gondolja végig, hogy kik azok a jelöltek, akik népszerűek, akik mellett van szervezőerő és van támogatottság. És őket kell támogatni a következő időben, hogy minél kevesebb elveszett szavazat legyen az április 8-ai választáson. A megyében is vannak ilyen körzetek, ahol érdemes lenne újra gondolni, hogy ki az esélyes jelölt és kit kell támogatni. 160 versenyző részvételével rendezték meg vasárnap a 16. Szabolcs kupát Nyíregyházán. A megmérettetésen fodrászok, kozmetikusok és műkörömépítők mutatták meg a szakmai zsűrinek a legújabb technikákat és trendeket. Idén Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is érkeztek a workshoppal egybekötött szakmai versenyre. 16 éve indította útjára a Kereskedelmi és Iparkamara a fodrász, kozmetikus, műkörömépítő és díszítők szakmai versenyét. A verseny mára már nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen számos külföldi országból, és Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is érkeztek Nyíregyházára a szakmák versenyére. A Váci Mihály Kulturális Központban vasárnap megrendezett 16. Szabolcskupán 160 versenyző vette fel a versenyt a legjobb szakmai helyezésekért. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakmai lehetőség arra, hogy a felnőtt szakemberek, illetve a tanulók egymással találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek. Az idén még workshopokkal is bővítjük ezt a versenyt, és a szakma résztvevői számára nagyon fontos és érdekes előadásokat szerveztünk, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, megnézzék az új technikákat, trendeket, tanuljanak egymástól, és kapcsolatokat építsenek. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kitáruljon egy kicsit a világ, és bízom abban, hogy egy előkészítése annak, hogy az idén Magyarországon kerül megrendezésre a Euroskills verseny, ez év szeptemberében, amire minden szakembert, illetve minden érdeklődőt szeretettel vár a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A Euroskills verseny 2 évente rendezik meg a Worldskills Europe szervezett tagállamainak egyikében, ahol a kontinens legfelkészültebb fiatal szakemberei versenyeznek egymással az Európa legjobbja címért. A vasárnapi kupán is számos kategóriában kellett maximálisan megfelelnie annak a versenyzőnek, aki dobogós helyen szerette volna végezni és hazavinni a 16. Szabolcs kupát.
Sok kategória van, de ami most legelőször indult, ez a Marcel Víz hullám. Ez egyébként egy nagyon nagy sikernek örvendő versenyszám, hisz ez a szakmunkástanulóknak a verseny és az évvégi vizsgájában is benne van. Tehát itt azért megmutathatják azt, hogy valójában hogy készítik ezeket a hullámokat. Ezt csak kézzel és samponnal, vagy akár balzsam segédeszközzel, vagy anyaggal tudják létrehozni ezt a hullámokat. Ez picit hasonlít a Marilyn Monroe féle hullámokra, talán egy jobban lehet beazonosítani ezt a kategóriát. De nagyon nagy divat örvendnek a Borbé csata, tehát a Barber csata, ami igazán most igaz, fénykorát éli, és hát azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sokan versenyeznek ebben. Hát itt azért ugyanúgy a kreativitásokat meg tudják mutatni, kinek ami szimpatikus, és ami tud belevinni a hajba. Valaki még egy picikét a haj tetoválást is beleviszi. Ez természetesen egy díszítő elem, erre van lehetőség bemutatni egy önmagát, amire igazából az ő tehetsége kimutatkozik. És azt tudom mondani, hogy nagyon nagy divatnak örvend még a konyhkészítés, vagy akár a fonással készített nappali vagy esti frizurák. A szakmunkás vizsgatételeket szigorú szabályok szerint pontozták a zsűritagok. A szabad kategóriáknál, mint például a konyh és a hajfonás esetében, a kreativitást és egy nemzetközi trendet figyeltek a szakma kiválóságai. Négy gólos félidei hátrányból fordítva győzte le az Alba Fehérvárt a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak 19-17-es sikerükkel sorozatban 5. bajnoki meccsüket nyerték meg. Vlatko Djonovic együttese legközelebb Budaörsön lép pályára. Nehezen indult a mérkőzés a hazai csapat számára, a kisvárdaiak nem nagyon találták a kapuhoz vezető utat, bő negyed óra elteltével még csak 3 találat állt a házigazda neve mellett az eredményjelzőn. A védekezésen nem volt gond, de így is 4 gólos hátrányba került a szünetig Vlatko Djonovic együttese. A második játék része egy egészen más várda futott ki, elkezdett működni a támadójáték, így 12 perc múltán már egyenlő volt az állás. Továbbra is gólszegény volt a mérkőzés, de a vezetést magához ragadó kisvárda őrizni tudta előnyét, és a 19-17-es siker azt jelentette, hogy Zsinórban 5. bajnoki meccsén is győztesen hagyhatta el a pályát Djonovic mester csapata. Az első fél időben nagyon rosszul játszottunk, 8 lövésünk is elkerülte a kaput. Ezzel szemben a Fehérvár nagyon jól játszott, és 4 gólos előnyre tett szert. Szünetben megbeszéltük az öltözőben, hogy sokkal keményebben kell védekeznünk. A második fél időben teljesen másképpen játszottunk, akkor már 100%-os teljesítményt nyújtottunk. Köszönöm a játékosoknak, hogy megnyerték ezt a mérkőzést. A vendégek edzője szerint játékosai második félidei fegyelmezetlensége okozta azt, hogy nem tudták megőrizni az első játékrészben szerzett előnyüket. Az első fél időben azt gondolom, hogy minden momentumban egy lépéssel előrébb jártunk, mint a kisvárda, és gyakorlatilag ez a kapott gólok számát abszolút mutatja. Védelemben is, kapus poszton is azt gondolom, hogy egy nagyon komoly félidő volt. A második félidőben számomra teljesen értetetlen módon megnyitottuk a falat, amit megbeszéltünk, hogy gyakorlatilag egy nagyon zárt védekezést fogunk csinálni. Fegyelmezetlenek voltak a játékosok, amennyire fegyelmezettek az első félidőben, annyira nem a másodikba, és egy-egy embert elvitt a hév, és nem tudott fókuszálni a feladatra. Tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, hiszen azért egy kiváló csapat a kisvárda, és azt gondolom, egy nagyon komoly mérkőzést is játszottunk. Az NB1 tabelláját a 32 pontos Győr vezeti, megelőzve a 30 pontos, de 2 meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 17 pontos kisvárda a 6. helyen várja pénteki budaörsi fellépését. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Világszerte 100 millió ember halálát okozta a kommunizmus 70 éve, emelte ki Soltész Miklós államtitkár Pócs Petriben. Az áldozat és a hűség jellemzi leginkább a Szabolcs megyei települést, hangzott el a kommunizmus áldozatainak megemlékezésén. 1948-ban kezdődött az egyházi iskolák és rendek megszüntetése, a papok és lelkészek üldözése, ez ellen pedig Pócs Petri is tiltakozott. A település polgármestere kiemelte, egy erkölcsi rehabilitációt jelentett Pócs Petrinek, amikor az iskola és az óvoda visszakerült az egyház fenntartása alá. 160 főt tudnak elszállásolni az éjszakai melegedőben Nyíregyházán, a népkonyhai szolgálat pedig naponta akár 200 adag étellel is várja a rászorulókat. Szombaton vörös kód lépett életbe az országban, mivel a napokban az éjszakai hőmérséklet tartósan mínusz 10 fok alá csökkent. Az oltalom szeretett szolgálat éjszakai melegedőjében az elmúlt éjszaka 130 főt láttak el.
Rekordot is dönthet a belföldi használt autó eladások száma 2018-ban. A becslések szerint év végére akár a 750 ezret is elérheti az autó átírások száma. A válság évei után az autópiac helyzete is bizonytalanná vált. Az elmúlt években azonban egyre jobb eredményeket hoz a járműkereskedelem is. Fontos azonban a megfontolt választás a békéltető testület ügyeinek 5%-át, ugyanis a használt autóvásárlók panaszai tették ki tavaly. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 26-án hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap is marad a kemény hideg és havazás is várható. A tőlünk délre örvénylő ciklon áramlási rendszerében nedves levegő érkezik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka megvastagszik a felhőzet, főleg az éjszaka második felétől havazás, hószálingózás valószínű. Az északkeleti szél megélénkül, időként megerősödik. Reggelre általában mínusz 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, havazás sok felé várható. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik, helyenként kisebb hófúvás is előfordulhat. Délutánra mínusz 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Szerdán vékonyodik, felszakadozik a felhőzet, már csak kevés helyen havazhat. Csütörtök napközben nem valószínű csapadék, pénteken ismét beborul az ég, többfelé számítani kell havazásra. A hétvégén változékony időre van kilátás, és már enyhébb levegő érkezik a magasban. A havazás mellett havas eső, ónos eső, eső is várható. Erősödik a nappali felmelegedés, és egyre kevésbé lesznek csípősek az éjszakák.